A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk mai Bonyhádi naplónkban. Megszületett az év legfontosabb döntése az önkormányzati testületben. Megkezdődnek az óvodai beiratások. Jubilál Bonyhád városa. Rajzversenyt hirdetett a Kolónia Alapítvány. Elfogadta a 2022-es évre érvényes költségvetési rendeletét Bonyhád város képviselőtestülete. A számok alapján több fejlesztésre, béremelésekre is van forrása a városnak, és megfelelő tartalékokkal is rendelkezik. Filóné Ferenci Baja polgármester azt mondta, költségvetési szempontból nyugodt éve lesz a völgységi fővárosnak. Számos fontos egy település életét meghatározó döntés születik egy önkormányzati testületben. De ezek közül minden évben kiemelkedik a költségvetés elfogadása, mely kirajzolja a lehetőségeket az adott település egész éve előtt. Bonyhádon a törvény által előírt határidőre nem csak benyújtotta a hivatal, hanem el is fogadta az önkormányzati testület az idei költségvetést. Bonyhád az idén 3,5 milliárd forintos főösszegből gazdálkodhat. A fő összeg, ez pedig egyensúlyban van mind a működés, mind a fejlesztések területén, tehát hiánya nincs a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzatnak. Egy olyan nagyon nehéz, válságos és járványsújtotta időszakban, mint amit most megélünk, mégis arról tudok beszámolni, hogy ebben a költségvetésben egy megközelítőleg 22%-os fejlesztési arány van, ez 750 millió forintot jelent, és ami nagyon fontos még, hogy ez az összeg, ez uniós források nélkül értendő, hiszen az idei esztendőben még nem állnak rendelkezésünkre olyan pályázati lehetőségek, mint amit az elmúlt években volt. Ezért külön öröm számomra, hogy az általunk megtakarított forrásokból és kormányzati támogatásokból tudjuk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani az idei esztendőben. A beruházások között van az Ermel Vojnics kápolna, amelynek felújítása előre haladott állapotban van. Illetőleg az útfelújítási program is, mely 206 millió forintot biztosít a feladat ellátására. Amely már meg is indult a városban a Jokai utca felújításával, és folytatódik a Hoffer Károly utcában, majd a Vasvári Pár utcában, a Nádasdi és a Táncsis utca követi a felújítások sorát, és még egy új utcánk megújul az idén, a Fáy András utca, amelyet egy másik forrásból, a belügyminisztérium által elnyert pályázatból tudunk megvalósítani, de aztnak a beszerzési eljárása egy picit más, hiszen a BM pályázathoz jelentős tömegöt is kellett hozzátennünk, mindegy 20 millió forintot, és ennek a beszerzését csak a mostani költségvetés elfogadása után tudjuk megkezdeni, de az idei évben ez is meg fog valósulni. Majos városrészben pedig egy kultúrotthon vár korszerűsítésére. Sajnos egyetlen egy pályázaton sem tudtunk rá forrást szerezni, de annak nagyon örülök, hogy a város saját forrásából ez az idejében megvalósulhat. Egy 80 millió forintos keretösszeget terveztünk erre, és ezt fogadta el a képviselőtestület. Ennek a beszerzése is a holnapi naptól megkezdődhet, hogy minél hamarabb neki tudjunk állni a kivitelezésnek, amit úgy gondolom, hogy a majosi lakosságban nagyon régóta is teljesen jogosan várt el. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy azon túl, hogy ezek a fejlesztések megvalósulnak, egy ilyen különleges helyzetben, mint ahogy az előbb említettem, hiszen világválság közepén vagyunk, Magyarországon is az infláció növekszik, de mégis egy olyan személyi juttatásokban, olyan béremelkedéseket és bérfejlesztéseket tudunk megvalósítani, amelynek egy része szintén saját döntés és saját forrásból van. Meg kell különböztetni kormányzati döntés alapján, kormányrendeletek alapján meghatározott bérfejlesztéseket. Ez érinti mind a Varázskapu bölcsődei és óvoda intézmény dolgozóit, a bölcsődei dolgozókat, illetve az óvonői dolgozókat, de érinti például a közművelődési intézmények dolgozóit, akik a garantált bérminimum emelkedésére még 20%-os bérnövekményt kaptak, és vannak olyan saját hatáskörben meghozott béremelési döntéseink, amelyek azokat az intézményi dolgozatot érinti, akik központilag nem részesültek béremelésben. Ilyen például a sportcentrum valamennyi dolgozója, illetve a gazdasági ellátó szervezeté. És meg kell említenem a hivatal dolgozóit, utoljára, de abszolút nem utolsó sorban, hiszen központi béremelésben ők sem részesültek, de a saját források terhére
átlagosan egy 10%-os bérnövekedéssel lehet itt is számolni a döntésünk alapján. A fejlesztések mellett jelentős tartalékkal rendelkezik ebben az esztendőben is Bonyhád város. Bízom benne, hogy az év úgy alakul majd, ahogy ezt terveztük. Egy biztonságos, stabil működést kívánunk valamennyi intézményünknek, a hivatalnak és az önkormányzatnak is, és mindazon felújítások mellett bízom abban, hogy ezek a döntések elsősorban ugye Bonyhád város lakosságának az örömére szolgál, mi ezért dolgozunk, remélem, hogy ezt ők is így értékelik majd. Nyára tervezik a bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda felújítását. Ez befolyásolja majd a nyári nyitvatartási időt is. A következőkben fontos részleteket tudhatunk meg a harmadik életévüket betöltött gyermekek óvodába iratásának folyamatáról. Vidáman hintáznak a gyerekek a Malom óvodában Bonyhádon. A tavaszias idő még arra is lehetőséget ad, hogy a homokozóban játszanak. Jelenleg normál nyitvatartás szerint működik az intézmény, nincsenek korlátozó intézkedések az óviba járás kapcsán. Viszont a nyári nyitvatartással, a beiratkozással és az óvodák felújításával kapcsolatban a napokban hozott döntés Bonyhád város képviselőtestülete. Ezekről adott tájékoztatás Horváth Klára, a Varázskapu bölcsőde és óvoda intézmény vezetője. Ebben az évben is olyan jó helyzetben vagyunk, mint az elmúlt esztendőben, hogy a költségvetés olyan forrást biztosít az intézményi felújítások számára, amely lehetővé teszi azt, hogy az egyik legnagyobb óvodánkban, a Szélkakasos óvodánkban megvalósuljon a régóta várt gyermekmosdó rehabilitáció, majd 17 millió forint értékben. Miután ez egy hosszas folyamat a technológiai határidőket figyelembe véve, ezért ez az óvoda június elejétől egészen augusztus végéig zárva tart, és teljes mértékben nehez igazítottuk a többi bonyhádi feladatellátási hely nyitvatartását. Figyelembe vettük a tavalyi év tapasztalatait, amikor ugyanezt történt a Liget óvodában, és végig tudtuk a szülők és a gyerekek számára az óvodai ellátást biztosítani az egész nyár folyamán, nem a saját helyükön, hanem egy másik óvodában. A gyerekek csoportba sorolása várhatóan április-május hónapban történik meg, amiről a szülőket kellő időben fogják tájékoztatni. Hogy tömbösítettük az óvodák nyitvatartását, az egyik tömbben 4 hétig a 3 óvoda, a Malom, a Liget és a Pittypang óvoda fogja tudni fogadni, a Szélkakasos gyerekeket, a másik tömbben pedig a Ficánka óvoda, ami a legnagyobb óvodánk, a nyár utolsó heteiben, a heteiben ők látják majd el ezt a feladatot. Minden óvodában szinte történik majd valami kisebb felújítás, kisebb-nagyobb felújítás, és közben plusz forrást kaptunk udvari játékokra is, tehát majd 10 millió forintot fogunk tudni erre is fordítani, igazán jó évünk van ilyen szempontból, és hát ezeknek a telepítése is megtörténik remélhetőleg a nyár folyamán. A másik fontos dolog az óvodai beiratás kérdése, erről is beszélt Horváth Klára. A jogszabály meghatározza a beiratás intervallumát, tehát minden év április 20-a és május 20-a között lehet ezt megvalósítani, és kell megvalósítani. És ennek értelmében a Bonyhád város önkormányzati képviselő testülete meghozta a döntést, hogy a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvodába az óvodai beiratás időpontja idén április 20-a, 21-e és 22-e. Ez a beiratási időpont, ez a 3 nap tulajdonképpen adategyeztetésre szolgál majd, mert ezt megelőzi egy másik folyamat, készülve arra, hogy esetleg nem lehet személyes jelenléttel adatot egyeztetni, ahogy az elmúlt 2 évben a pandémia miatt ugye elektronikus úton lehetett benyújtani a beiratásra a jelentkezéseket. Hát idén is azt a megoldást választottuk, egy kicsit ilyen hibrid megoldás, hogy előzetesen megtörténik a jelentkezési lapoknak a kitöltése, és a beiratás tényleges időpontjában adategyeztetéssel valósul meg a beiratás, és nagyon reméljük, hogy
hogy április 20-án már személyesen oda lehet ülni egymással, várhatóan a művelődési központban, a Vörös Marti Mihály művelődési központban fogjuk ezt megoldani. Az intézmény tagovodáiban, Izményben, Kisdorogon, Kisvejkén és Várajján pedig helyben az óvodákban. A bölcsődei beiratás egy későbbi időpontban lesz, erről a szülőket külön fogják értesíteni. A technikai információk közül nagyon fontos, hogy a jelentkezési lapokat már most lehet kérni a város óvodáiban, a polgármesteri hivatalban is hozzájuthatnak a leendő óvodásoknak a szülei, és letölthetik az intézmény weboldaláról, a varázskapuovoda.hu-ról, tehát ez már hozzáférhető. A jelentkezési lap benyújtási határideje április 10-e, tehát van idő, nem kell sietni. Háromféle módon lehet megtenni ezt a benyújtást. Benyújthatják a szülők elektronikusan a varázskapuovoda@gmail.com-ra, hogy kicsit magyarosan fogalmazzuk. Leadhatják a székhelyi intézményben, tehát itt a Malom óvodában, be lehet hozni személyesen a gondnokságra, de bedobhatják ki a külső postaládába. Az oktatási hivatal március 1-én közli le az óvodaköteles gyerekek névsorát. Óvodakötelesek azok, akik idén augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Beiratkozhatnak azok is természetesen, akik a következő nevelési évben, tehát 2022. szeptember 1-e és 2023. augusztus 31-e között töltik be a harmadik életévüket. Ők felvételi előjegyzésbe kerülnek az ősziek óvoda megjelöléssel, a tavasziak pedig óvoda megjelölés nélkül. Fontos információ, hogy azoknak a gyerekeknek, akik egyébként az óvodába járási kötelezettséget 2022. szeptember 1-től külföldön teljesítenék, azoknak a gyerekeknek, illetőleg az ő szüleiknek is van feladatuk. A beiratás utolsó, a felvételi döntés utolsó határnapjától számított 15 napon belül az oktatási hivatalnál kell jelezniük azt, hogy gyermekük külföldön teljesíti az óvodába járás kötelezettségét. Ez az eljárás nem vonatkozik azokra a gyerekekre, akiknek már van jogviszonya és évközben mennek ki külföldre, hogy ott folytassák az óvodába járást. Ebben az esetben a szülőknek bejelentési kötelezettsége csak az intézmény felé van, az oktatási hivatal felé nincsen. Hát mi nagy szeretettel várunk minden családot, és azt szeretném elmondani, hogy minden évben elmondunk, hogy a jelentkezés, a beérkezés sorrendje nem befolyásolja a felvételi döntést, szépen nyugodtan gondoljanak át mindent a jelentkezéssel kapcsolatban. A lapon két aláíróhely van, nem véletlenül, ahol a szülői felügyeleti jogot mind a két szülő gyakorolja, mind a kettőjük aláírására szükség van a jelentkezéshez. Bonyhád várossá válásának 45. évfordulója alkalmából a Vörös Marti Művelődési Központ és az önkormányzat nagyszabású programokkal készül. A Városnapja elnevezésű rendezvényen kül- és beltéren is színes, izgalmas műsorok kerülnek majd a városlakók és az ide látogatók elé. A nap lezárásaként a Republik Együttes ad majd a Közösségi Tér színpadán koncertet. Nagyszabású rendezvényre készül idén tavasszal Bonyhád, ugyanis ebben az évben ünnepli várossá avatásának 45. évfordulóját. Az ünnepség szervezését már megkezdték, aminek a megvalósulását segíti a Bonyhád Összeköt néven 2018-ban beadott pályázat is. Ebben a pályázatban már meglévő programokat és az új elemeket kellett beilleszteni. Ennek a folyamatáról és eredményeiről beszélt Juhász Józsa, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ intézményvezetője. Amikor összeállítottuk a mi programjainkat, a Művelődési Központ programját, az új elemek közt feltüntettünk egy városnapja elnevezésű rendezvényt. Ugye sajnos itt volt a covidos időszak, és az nagyon nem kedvezett a tömegrendezvényeknek, és mivel a pályázat az utolsó évébe lépett, az idei évben mindenféleképpen meg kell valósítsuk. Talán szerencsés így, hogy az utolsó évre esett, hiszen a 45. születésnap az mégiscsak egy jubileumi dátum.
Ugyanez a pályázat finanszírozta például az adventi programokat, és látszott, hogy a hideg idő ellenére nagyon jól érezték magukat az emberek itt a közösségi téren, azon a 4 adventi hétvégén, ami nem csak az elmúlt 21-es évben, de 2019-ben is ebből a pályázatból finanszírozódott. Úgyhogy bátran álltunk most neki ennek a program szervezésének. Igyekszünk minél színesebb kínálatot nyújtani majd az ide látogatóknak. Mind a szabad téren, mind a művelődési házban is lesznek programok. A művelődési házban virtuál reality jellegű programokkal várják majd az érdeklődőket. A közösségi téren viszont változatos és színes műsorokkal készülnek a szervezők az eseményre ellátogatóknak. A szabad térre viszont tervezünk családi programokat és aktív szórakozást, lesz bűvész, selfie box, kötélugró bemutató, slackline, óriás kifestő, breaktánc bemutató, pólófestés, óriás társasjáték. Természetesen ételekkel, italokkal kínáljuk meg itt a látogatókat lehetőségként. És persze a fellépők sem maradnak el, a program 3 órakor kezdődik, gyerekkoncerttel kezdünk, Kalapjakab lép majd fel nálunk, a Pomázi Tűzoltó zenekart látjuk vendégül, Ferenc Orsolya ad majd műsort, és a nap a Republik zenekar koncertjével zárul. Bízunk benne, hogy kedvező lesz az időjárás, de már most fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a program mindenféleképpen megvalósul, és ha a színpadi eseményekből netalántán egy szélsőséges időjárás esetén úgy gondolják, hogy nem lesz megtartva, de meg lesz, az a színházteremben megtartjuk, de a Republik koncert mindenképpen szabadtéren zajlik majd, és nincsen esőnapja a programnak. A rendezvény látogatásával kapcsolatban lesznek bizonyos biztonsági szabályok. Ezekről is beszélt Juhász Józsa. Azt tudni kell, hogy mivel tömegrendezvényről van szó, a 484/2020-as kormányrendelet értelmében ez a rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, ezért a rendezvény térnek a bemeneti pontjai, így mint a gyógyszertári udvar, a kisoszudvar, az áruház és a posta közi rész, illetve a művelődési központ és az áruház sarka, valamint az óvodához kötődő rész zárásra kerül. Ennek a részleteit még természetesen kidolgozzuk, és a rendezvény tére 3 beléptető pont kerül kialakításra, és természetesen biztonsági szolgálat fogja segíteni a mi rendezvényünk gördülékeny lebonyolítását, de tudomásul kell venni, hogy csak védettségi igazolvánnyal, illetve olyan kiskorú személy, aki ezzel nem rendelkezik, csak védett felnőtt kíséretében látogathatja majd a rendezvényt. Általános iskolásoknak hirdett rajzpályázatot a Bonyhádi Önkormányzat és a Kolónia Alapítvány. A kreatív pályamunka célja, hogy a résztvevők a rajzaikon keresztül mutassák be az idén 45. születésnapját ünneplő város mindennapjait, ahogyan ők látják. Az elkészült alkotások beérkezési határideje 2022. március 25. Idén ünnepli Bonyhád várossá válásának 45. évfordulóját. Ennek a jeles eseménynek az apropójából határozta el a Kolónia Alapítvány és Bonyhád Önkormányzata közösen, hogy egy gyermekrajzpályázatot hirdetnek meg általános iskolásoknak. A kezdeményezésben alsós és felsős tanulók vehetnek részt, akik az Én Városom Bonyhád témában készítetnek alkotásokat. A részletekről Lőrincné Dávid Mária, Kolónia Alapítvány elnöke beszélt nekünk. Ebben a kreatív munkában a gyerekek megmutathatják azt, hogy hogyan kötődnek az ő városukhoz, hogyan látják Bonyhádon a mindennapjaikat. A pályázatnak a benyújtási határideje március 25-e, péntek 12 óra. A pályamunkákat a gyermekek egy A4-es formátumú lapon készíthetik el, tetszőleges kivitelezést alkalmazhatnak a rajzuk során, akár álló formátumban, akár fekve használhatják a lapot, és itt kifejezhetik az érzéseiket, hogy hogyan kötődnek a városunkhoz. Ezt a elkészített rajzokat egy zárt borítékban tudják majd leadni az önkormányzatnál, Széchenyi utca 12-ben, vagy személyesen, vagy pedig postai úton.
A rajzoknak a hátoldalára fel kell tüntetniük a nevüket, azt, hogy hányadik osztályba járnak, valamint, hogy ő milyen címet adott az elvégzett munkájának, segítette valamilyen felkészítő tanár annak a nevét, a szüleinek a nevét és a szülőknek a telefonszámát, hiszen hogyha valaki beadja ezt a rajzpályázatot, azzal hozzájárul ahhoz, hogy a rajza a városnak a közösségi oldalain megjelenjen, így a bonyhád.hu-n és illetve a városnak a Facebook oldalán. Maga a verseny is itt került meghirdetésre, úgyhogy a mai naptól már láthatják az érdekelt tanulók ezt a felhívást. Pályamunkákat egy 5-tagú zsűri fogja értékelni. Akinek tagja lesz Kovács Ferenc festőművész tanárember, Stekli Zsuzsanna zománc művész, Filoné Ferenc Jója Bonyhádváros polgármestere, Vizin Balázs a Kolónia Alapítvány kuratóriumi tagja, és én magam Lőrincné Dávid Mária kuratórium elnöke. Értékes díjakat fognak kapni a versenyzők, akik a legjobb teljesítményt fogják felmutatni. Folyamatosan a szavazhatnak majd a nézők is, vagyis hát illetve az érdeklődők, ugyanitt, ahol az előbb mondtam, a Bonyhádvárosnak a Facebook oldalán, és az aki a legtöbb lájkot vagy a legtöbb elismerést kapja, az közönségdíjban is fog részesülni. Valamennyi alkotás látható lesz Bonyhádváros Facebook oldalán, illetve az április 2-ai rendezvényen is közzé lesznek téve a közösségi téren felállított színpad lett falán. A diákoknak kívánok ehhez szép, eredményes munkát, és szeretettel várjuk a jelentkezőket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!